Most következő percekben több sportág legfrissebb eredményeivel jövünk, így a HSI-vel, bokszal és úszással. Sportblokkunkat kezdjük ökölvívással. Jónás Kornélia nevét már jegyzik a szakemberek. A boxoló ugyanis sorra hozza az eredményeket a különböző megmérettetésekről, és nem csak az országból. Egyre többet szerepel ugyanis külföldön. Hamarosan Írországba indul, előtte azonban a legutóbbi versenyéről, a Junior Európa Bajnokságon szerzett eredményeiről és tapasztalatairól beszélgettünk vele. Időről időre visszatérünk a boxolókhoz, hiszen Jónás Kornélia sorra hozza a különböző versenyeredményeket. Közelmúltban vett részt a Junior Európa Bajnokságon Romániában, ahol nagyon szépen szerepelt. Ezért ezt nagyon elrontottam, aztán a másik kettőt ezt nagyon felhoztam, és megnyertem. Te ki tudod zárni, hogyha hiba csúszik a menetekbe vagy a boxolásba? Igen, mert utána mondom, hogy jobban meg tudom csinálni, és akkor így jön, hogy jobb lesz. Milyenek voltak az ellenfelek? Hát az egyik az ez jó volt, mert az pont egy magas volt velem, és mert tudtam meg normál alapállás volt, és mert tudtam rendesen boxolni. A másik az meg fordított alapállású, és magasabb volt. Milyen nehézségű volt ez a verseny? Hát sokkal nehezebb volt, mint a többi verseny, mert ugye az Európa-bajnokság nem egy ilyen pofonparti, és jobban kell rá készülni, meg jobban kell odafigyelni. Milyenek voltak az ott vívott meccseid? Hát nyilván sokkal jobban küzdök ott, mint itt Magyarországon, vagy ilyen más versenyeken. Jobban ötettem valamit, mint itt van. Aminek meg is lett az eredménye. Lia teljesítményét, valamint a verseny tudnivalóit edzője Círják András foglalta össze nekünk. Junior korosztály Európa bajnoksága volt Romániában, Galac városában. Volt megrendezve, fiúknak, lányoknak egyaránt. Hát, rengeteg országgal, rengeteg komoly résztvevővel, és a magyar válogatott is fiúkkal, lányokkal minden súlycsoportban képviseltette magát. Én pedig nem mint válogatott edző, hanem mint klubedző kimentem a Lia után, és volt szerencsém egy néhány napot ott eltölteni. Voltak olyan gyerekek, akik nagyon kellemes meglepetést okoztak, így a magyar válogatott részével, akik én azt mondom, hogy a jövőben akár a klubis, akár a válogatott komoly szinten számíthat. Voltak olyan, akik kicsit talán gyengében teljesítettek magukhoz képest, de még mindig gyerekekről beszélünk, hiába már nem se erdőről a millió korosztály, de még mindig gyerekek, tehát még mindig nem az ifjú meg a felnőtt kategória. Lia első ellenfele egy román versenyző volt. Az első menetben lesérült, így egyáltalán nem volt könnyű dolga. Nagyon nehéz Romániában, azt tudjuk, magyarként egy románt megverni, ráadásul az, hogy egyből az első mérkőzés, az első vagy második mérkőzés a megnyitó után, amikor ott van az összes román városi méltóság és politikusok, és megnyitják, és az első román versenyzőjük végül kikapjon, azt ugye bírók felették volna szerintem elkerülni, de nem volt rá mód. Olyan nagyon szépen megoldotta, sajnos az első menetben egy rossz ütés következtében a könyöke megrándult, ami azóta is fáj neki. És így bal kézzel kellett megoldani az egész mérkőzést, ez nagyon szépen sikerült, tehát technikailag hozzá képest és olyan bravúrt adott elő, ami még a románnak is megtapsoltak, úgy gondolom. Tehát nekünk is nagyon tetszett. Egyhangú pontozással minden bíjánál szemlékezősen vitte a mérkőzést. Nagyon örültünk neki is, ő két nap pihenő állt rendelkezésre, a negyed döntőhöz, ahol egy német, egy magas fordított alapállású lány volt az ellenfél. Sajnos a keze az ugyanúgy fájt Liának, mint addig, és ott egy fordított alapállásúnál azt tudni kell, hogy ott feltétlenül szükséges jobb keresztet hátsó kézzel ütni, anélkül nem lehet megverni szinte, sőt, gyakorlatilag nem lehet megverni, anélkül az első menetbe ütötte is szépen, az első menet vastagon a miénk volt, akár számolhattak is volna a négynek lányra, utána kezdett inaktívabbá válni, ahogy fájt a keze. A súlyát is egy kicsit nehezebben hozta, az is kivett az elejéből. És azt mondom, hogyha
szerencsésebb pontozó bíróval kapunk, akkor talán mi javunkra fordulhatott volna, ez így 3-2-re elveszett ezt a mérkőzést. A csárom bíró a német lánynak adta a meccset, a kettő pedig Liának. Lemaradt a dobogóról, de ez nem jelenti azt, hogy leállnának a versenyzéssel, vagy hogy a pihenés következne. A sorsz fintor az, hogy ha sikerül ez a mérkőzés a következő körben, azzal az oroszlánnyal boxolt volna a döntőbe jutásért, akit tavaly megvert a bulgáriai Serdő Európa bajnokságon, ráadásul számoltak, és a orosz lányra ilyenkor azért kis tartás kialakul mindenkibe. Tehát ott jó eleggelekkel indultunk volna, így a döntőbe azt hiszem, hogy be tudtunk volna, be tudtunk volna Lia kerülni, hogyha ha nincs ez a sajnálatos dolog. De megtettem, amit tudok mindent, meg rengeteget fejlődött, nem csak szerintem, hanem a válogatott szakemberei szerint is. És reméljük minél hamarabb meggyógyul, és tudja folytatni a fejlődést, mert nagyon rengeteget a utóbbi egy évben technikailag, fizikálisan akkor átfejlődött, hogy ez arra engedt következtett, hogy jó úton járunk, és tényleg olyan eredményeket érhetünk el a jövőből, amilyeneket szeretnénk. Azóta már a Bornemisza kupán versenyeznek, ezt követően Lia újra külföldön húz majd kesztyűt. Külön kis magyar csapattal nem válogatottal, hanem egy 3-4 klub összefogott, és Lantos Gyula kollégámnak van egy kapcsolata Írországban, egy hatalmas tornára, ami hát talán szerintem a legnagyobb egész Európában, Serdülőtől felnőttig mindenféle korosztály és fiúk, lányok vegyesen. Volt olyan év, amikor akár 900 induló is volt, és 5 darab szorítóba megy a verseny folyamatosan, na oda kimegy a Lia is szintén. Liának a junior Európa-bajnokságon szerzett eredményéhez ezúton is gratulálunk. A hajdúszoboszlói árpádesre úszói nagy sikerrel szerepeltek a Kaposváron megrendezett országos ifjúsági bajnokságon, és 3 harmadik helyezést szereztek. Az egyesületet 3 versenyző képviselte Ludmány Rita felkészítő edzővel. Suba Zsófi 50 méter és 100 méteres mellúszásban harmadik helyezett lett, Huszár Ingrid a 200 méteres mellúszásban szintén a dobogó harmadik fokára állhatott új egyéni csúccsal. A harmadik versenyző, Dancs Márton, versenyszámaiban ugyan nem került döntőbe, viszont javítva eddigi eredményein kiválóan versenyzett az erős mezőnyben. A csapat számára a következő nagy megmérettetés az országos serrelő bajnokság lesz Kecskeméten. Immár 5. alkalommal lett bajnok az Aqua General HSE csapata. Kis Zoltán vezetőedzővel beszélgettünk arról, hogy mennyire ösztönző az, ha zsinórban ilyen eredményesen szerepelnek a focisták. Ezen kívül összegeztük a 18-19-es szezont is. 5. alkalommal bajnok az Aqua General HSE csapata. Kis Zoltán vezetőedző elmondta, a focisták között nagyon jó a csapatszellem, ez az eredmény többek között ennek is köszönhető. Sikerült ismét elhódítanunk a bajnoki címet zsinórba 5-ödjére. Nem volt egyszerű, talán az egyik legnehezebb évadon vagyunk túl, de szerencsére a fiúk jó teljesítettek, és sikerült, kihangsúlyozom, 5-ödjére elnyerni a bajnoki címet. Milyen felkészülés, akkor milyen munka áll e mögött ebben az évben, illetve az elmúlt években? Ez inkább csak a játékosoknak a hozzáállásán múlik, hogy sikerül a év végén a bajnokságba odaélnünk. Szerencsére a fiúk nagyon jól helytáltak, eljártak mérkőzések, mert az is fontos, hogy legalább eljöjjenek. Azt gondolom egyébként, hogy ez inkább csapat munka volt, nem pedig a egyének jó játéka, hanem csapatként funkcionáltunk egész idény alatt. Egy edzőnek mi a feladata ilyenkor? Mi az, amivel tudja inspirálni a versenyzőket, focistákat? Szerencsére ez nem nagy feladat, ebben az osztályban, megye 3-ba indultunk mindig, úgyhogy itt Isten igazából hobbiból focizunk, a játék szeretet, ami meghatározza a jó teljesítményt is. Inkább az motiválja a többieket is, és
személyemet is, hogy ismét sikerüljön megnyerni a bajnoki címet, ha lehet, akkor veretlenül, minél több gólt rúgva, sajnos nem sikerült veretlenül, de minél több gólt rúgni, élvezzük hétvégén a játékot, utána együnk egy jót együtt, és hogy együtt legyünk. Milyen korosztályról beszélhetünk itt? Talán a legfiatalabb 17 éves, egészen az 50 éves korosztályig mindenki képviselhetett magát. A legidősebb játékosunk Nagy Attila, szoboszlói, tőzsdékes szoboszlói. Elmúlt 50 éves, és még mindig hétvégente lehet rá számítani. Mik a tervek a következő szezonra? Tervek nem változnak, szeretnék jövőre is ugyanilyen lelkesedéssel részt venni a hétvégente a bajnokságban, és természetesen a célunk az, hogy ismét menjünk a bajnokságot, ne kapjunk ki minél kevesebb gólt, minél több gólt rúgni, és tényleg az, hogy szórakoztató focit játszunk magunknak is, meg annak a pici, annak a kevés nézőnek is, aki kilátogat a mérkőzéseinkre. Mennyire ösztönözte a fiúkat most ez a győzelem? Nagyon, nagyon lelkesek voltak az elmúlt hetekben, mert az utolsó fordulóba dőlt el, hogy vajon mi leszünk a bajnokok, vagy nem. Úgyhogy látszódott is a hozzáállásukon, hogy oda tették magukat, és tényleg ösztönzőként hatott rájuk, hogy egy ponttal lettünk bajnokok. Tehát ösztönzőként hatott rájuk, hogy megnyerjük az utolsó mérkőzést is, ráadásul hazai pályán. Ki lőtt el a szezonban a legtöbb gólt? Szerencsére a bajnokságban mi adtuk a gólkirályt, úgyhogy Farkas Gyulának sikerült elérni ezt a címet, úgyhogy ezután is gratulálunk neki, büszkék vagyunk rá, és reméljük, hogy jövőre is, ha nem nálunk, akkor máshol nem ellenünk, de máshol majd ugyanilyen aktívan vesz részt a góllövésben. Más ilyen kiemelkedő elismerés szokott a csoporton, a csapaton belül születni, tehát legjobb kapus, ilyesmi? Nem tudok kiemelni, nem is szeretnék kiemelni így senkit, hiszen mindenki a maga módján hozzátette azt, amit tud. Úgyhogy nem szeretnék senkit kiemelni. Az egész csapatnak gratulálok ezúton is.